Új állandó egyiptomi kiállításba léptünk be éppen. A négy oszlop által behatárolt részt egy templomudvarnak képzeljük el. Aki szembeáll velünk, az nem más, mint egy herceg, egy trónörökös volt a Krisztus előtti 9.-8. század tájékán élt, és ez a herceg a memphiszi főtemplomnak, Ptahisten templomának a főpapja volt. Kezében is tartja azt a kis szentélyt, amiben az istenség látható, akinek ő a papja volt. Ebben a vitrínben itt az állatmumiákról beszélünk, az állatkultuszokról, ugye ezt is mindenki tudja, hogy Egyiptomban az isteneket állatformájában ábrázolták, vagy állatfejű emberalak formájában. És ugye felmerülhet a kérdés, hogy mit keresnek az állatmumiák a templomokban. Az állatmumiák, az embermumiákkal ellentétben, amelyek természetesen a halotti kultusz részei voltak, az állatmumiák azok a templomi kultusz részei voltak, ugyanis Krisztus előtti első évezredben már az egyiptomiak körében az a hagyomány terjedt el, hogy minden egyes állat annak az Istennek a hatalmát közvetíti valamilyen módon, akit az egyiptomiak szerint ábrázolt, nem a halottak világához kötődik, hanem az istenekhez. Ez valóságosan egy vízilónak az agyara. Különböző állatalakú, meg állatfejű istenségek alakjait vésték nagyon kifinomult technikával. Ez az eszköz a szüléskor segítette a szülőnőket és a kisbabákat. Azt gondolták, hogy van egy istennő, Toeris, a víziló alakú istennő, aki védelmezi ebben a nehéz időszakban az anyát és a gyermekét. Ez egy gyermekisten, Hórusz gyermekisten, aki úgy gondolták, hogy megvédelmezi azt, aki egy ilyen stélét birtokol, attól, hogy ez egy skorpió vagy kígyómarás áldozatául essen. Ez az úgynevezett Udzsát szem, vagy Hórusz szemnek is nevezik. Ugye az Udzsát azt jelenti az egyiptomiak számára, hogy ami újra egészséges, ami újra ér. Tehát ez a meggyógyult szem, ez mindenre gyógyír volt. Tehát ez egy általános védőszimbólum volt, minden baj ellen lényegében védett. Ennek a mágikus vitrinnek a végén pedig ékszereket állítottunk ki. Ezek fajanszból vannak általában, meg kövekből esetleg, vagy üvegből. Úgy gondolták, hogy a sivatagban kezdődik a túlvilág, ott, ahol a nap lenyugszik, a nap éjszaka szerintük a túlvilágban tesz látogatást, ami a föld alatt található. A sírkamrába temették el a föld alá a mumifikált halottat, ezekkel a tárgyakkal, amiket itt láthatunk ebben a teremben. És a föld feletti részben, amit említettem, hogy egy építmény volt, vagy egy sziklába vájt folyosórendszer, ott pedig a halotti szertartásokat végezték, a halotti kultusz szertartásait. Van egy olyan mumiánk, aminek a koporsója külön van kiállítva, itt a mumia, és ott pedig a halotti maszki, az aranyozott halotti maszki, és mellette az az arcrekonstrukció, amit most modern eszközökkel végeztünk a mumia kutatásaink során, tehát ő neki az arcvonásait ott láthatjuk. Amit rajta látunk, azok kartonásból készült múmiadíszek, ilyeneket ott a vitrínben is láthatunk. A kanopuszedények, azok a halott belsőség, ezekben a halott belsőségeit tárolták. Négy darab kanopuszedény volt, interaktív vitrín. Megnézhetem az áldozati imát, amit ez a stélé tulajdonosa feliratott magának, hogy az istenek biztosítsák számára az áldozatokat. Tanulhatunk a hieroglifákról, egy-egy hieroglifát kiemelhetünk, az M baglyot ábrázol, de a hangértéke M. Itt meg lehet tanulni, hogy a hieroglif írás nem képírás. Bemehetünk egy, akkor itt például egy településen vagyunk éppen. Itt kezdik majd a múzeumpedagógiai foglalkozást. Ez, amiről beszéltem, hogy voltak öntőformák. Ami szabadon van, az tapintható tárgy, mert azok másolatok. Ezek azok a anyagok, amelyeket a mumifikáláskor használtak ezekről. Régi elődeinknek, régi kutatók, gyűjtők, utazók emlékét is szeretnénk itt egy kicsit ápolni.